Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. Ezúttal az ezüst színű gyertyával dolgozunk, és ez az ezüst szín, ez a gyertya mágia a hold energiájával áll összefüggésben. Ez jelentheti az anyukádat, vagy az ő anyukáját, vagy anyai témákat, de a hold kihat az érzelmekre, az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre is, tehát ez is lehet egy téma, kihat a szerelmi életre, hiszen ezen a területen is megvannak az álmok és a vágyak. Itt a képen látható ez a férfi, ez utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi jelenti a lelki társadat. Ő áll most a középpontban. Felmászik a hegy tetejére, és így felülről látja a dolgokat. A távolba tekint, hiszen vannak tervei a jövőt illetően. Sőt, látható itt ez a kereszt, ez utalhat a hitre, de arra is, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát vannak tervek. Ez a kereszt jelentheti a sors utakat is, amikor a sors utatok kereszteződött, vagy kereszteződik, jelent egy találkozást. Itt a gyűrű az utal a kapcsolatokra, de azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád. Itt van a mozgás, előre mennek az események. Ez a lovas férfi utalhat egy másik férfire is, és mivel itt megjelenik a koporsó, jelentett régi témákat, és a gyűrű, hogy valaki visszatér hozzád, előfordulhat az is, hogy valaki visszatér a múltból. Itt a horgony jelenti a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is. Lehet az ő munkahelye. Valamit szeretnétek itt lezárni, mert a koporsó le tud zárni bizonyos eseményeket, témákat vagy kapcsolatokat. És most bepillantunk a mélybe. Mi van ezzel a férfivel? Itt látható, hogy nála vannak még fájdalmas emlékek, de javul a helyzet, mert tavasszal itt kivirágzik majd valami. Azt is jelentheti, hogy valaki meg akarja őt bántani, itt lesznek majd nézeteltérések. Ami kettőtöket illet, lehet, hogy a múltban megsértődött, de ez a virágcsokor jelent most egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, javul a helyzet, és ebbe az irányba tekint. Lehet, hogy bocsánatot akar kérni tőled, mert ő bántott meg. Itt látható újra a lovas férfi, mint itt is látható, ez lehet egy másik férfi, előfordulhat, hogy ő féltékeny, de nem biztos, hogy más személyről van szó, hiszen ez a lovas férfi in általánosságban mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet autó, vagy sport, vagy változások, utazások, esetleg egy költözködés. Itt a lilium virág tisztít valamit. Tehát itt lesz mozgás, előre mennek az események, kitisztul valami, vagy ő szeretne tisztázni veled valamit. A sors utatok. Itt látható ez a medve, tehát kell az életerő. Vigyázni kell arra is, hogy milyen irányba tekintetek, milyen változások legyenek. Mert elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt változásokról van szó, de mivel megjelenik a ravasz róka,
az jelentheti azt, hogy lehetnek rossz döntések, vagy utalhat egy bizonyos személyre, aki rossz indulatú, és meg akarja azt akadályozni, hogy ti találkozzatok, vagy legyenek változások, legyenek itt most komoly döntések. Itt ez a medve jelenti ugyanaz élet erőt is, de lehet egy bizonyos személy, akinek szava van. A főnöke, vagy főnök nője, vagy egy bíró, vagy egy ügyvéd, vagy az apukája. És előfordulhat az is, hogy itt furcsa döntések vannak, vagy egy hamis személyről van szó. Most megnézzük a kapcsolatokat. Itt látható a hölgy kezében ez a kulcs, átnyújtja számotokra ezt a kulcsot, utal a magabiztonságra, vagy arra is, hogy itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, és a fa jelenti a gyógyító erőt, a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Tehát lesznek változások, lesznek lehetőségek, és itt ez a mozgás, az életút, és itt a kártyák azt jelentik, hogy előre mennek az események, lesznek fontos döntések, ő keresi veled a kapcsolatot, közeledik hozzád. Hiszen, ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Újra a gyűrű, ugyanúgy, mint itt, jelenti a kapcsolatokat, lehetnek szerződések is, mivel a horgony jelenti a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi szerződés, és a levél vagy egy hír útban van hozzád, vagy itt lesznek szerződések, én úgy mondanám, hogy mindkettőre utal, hogy ez a férfi közeledik hozzád. Légy magabiztos, lesznek döntések, egy közös életút tervezése, és változik valami a munkahelyen, hiszen megvan arra a lehetőséged, hogy változtass valamit. Megvannak a kapcsolatok, a szerződések. Itt a koporsónál vagy arról van szó, hogy valami lezárul, vagy jelent ilyen régi dolgokat is. Itt a hegy, a problémákat, a halak, az anyagiakat. Tehát anyagilag vannak még nehézségek, kiadások, problémák, de ezt a szűkös helyzetet lezárja ez a koporsó. Lesznek változások, itt is lesz mozgás, ami a pénzügyi dolgokat illeti. És most helyezd kényelembe magadat, csukd be a szemedet, érezd ezt az energiát, a gyertya mágikus energiáját, itt a holdról van most szó, anyai témákról, vagy vágyakról, álmokról és elképzelésekről. Mi az, amit szeretnél megvalósítani? Erősítsd most a hitedet ebben. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!